Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, Erdős Gergely vagyok, és az ISCUM belül a Big Data részleget vezetem, itt pedig egy kicsit a Krafton belüli témák, témacsoportok és azoknak az összekapcsolódásáról szerettem volna beszélni. Értékekről beszélünk, és azt szerettem volna egy kicsit elemezni, hogy ezek az értékek hogyan kapcsolódnak. Próbáltam megtalálni, hogy mi az az a nagy halmaz, amiben mindegyiknek benne kéne lennie, mi az a kapocs, ami köztük van, hogyan érjük el közöttük a lehető legjobb szinergiát, és a harmóniát találtam a legjobb kapocsnak. Ezeknek az értékeknek harmóniában kell lenni. Meg kell találnunk a város-vidék kapcsolatát, meg kell találnunk a mi kapcsolatunkat a környezetünkkel, meg kell tudnunk építeni azt a hidat, ami összeköt minket a természettel, a természeti erőforrásainkal, ami ugyan épített környezet, de mégis hid a természethez. Ehhez hoztam egy idézetet is Hankis Elemértől, aki a kertet találta ennek a harmóniának az egyik legjobb szimbólumának. És akkor, hogy a nagyobb kertünket nézzük, a Marian is Zoli kollégám nagyon sokat dolgoztak azon, hogy létrejön ez a hőtérkép az országra, ami jól szimbolizálja azt, hogy hol van a Kraft Index által is jelzett életképesség, potenciál, növekedési lehetőség a Kraft Indexet alkotó 8 tématerületen. Ezekből próbáltam most csak és kizárólag az épített környezet, természetes környezetre koncentrálni, hogy megnézzük azt, hogy hogyan kapcsolódnak a természeti értékek ezekhez a Kraft magokhoz, és hogy hogyan tudjuk megítélni azt, hogy ezekben mennyi lehetőség van. Az én elgondolásom szerint helyi értékek nélkül nincs helyi identitás. Ha nem tudjuk, hogy milyen értékeink vannak, akkor nagyon nehezen tudjuk, hogy kik is vagyunk valójában. Ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozzunk, ahhoz megfelelő objektív, historikus, értelmezett, vizualizált adatokra van szükség, ezek alapján tudunk megfelelő döntéseket hozni. Nagyon sok igény van a társadalmunkban, a Földdel kapcsolatban, amik önmaguknak is ellent mondanak. Nyilván egyre több élelmiszerre van szükségünk, nyilván egyre nagyobb területet szeretnénk elfoglalni, egyre nagyobb házban szeretnénk lakni, de vigyázzunk a természetre. Hogyan lehet ezeket összeegyeztetni? Először is tudnunk kéne, hogy hogy állunk, utána pedig meg kéne határoznunk, hogy mi a sorrend az elvárásaink között. Ezekre a gyakran egymással szembe menő igényekre sokszor nehéz válaszolni. Ahhoz, hogy válaszoljunk, ahhoz a tudomány eszköztárához kell nyúlnunk, és a komplexitást kétféleképpen kell kezelnünk. Egyrészt le kell tudnunk írni magunknak egyszerűen. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb szerepünk, a komplexitást igenis be kell tudnunk mutatni nagyon egyszerűen, de közben képesnek kell lennünk olyan rendszereket építeni, amik viszont azoknak minden elemét kezelik, és úgy mutatnak utat nekünk. Nem lehet egyiket vagy a másikat egyedüli útként elfogadni. Nagyon jó példa a természeti környezetünk értékeinek feltárására, egyébként a Georgikonnal és Tóth doktor úrral közösen folytatott Land Support projektünk, ahol egyszerre próbálom nagyon sok szempontból értékeket meghatározni, megítélni a Földdel kapcsolatban. És közben figyelni arra, hogy ezért holisztikusan is megértsük és megértessük azt, hogy hogyan kapcsolódunk mi egyáltalán a környezetünkhöz. Mert igenis a tudománynak van válasza arra, hogy ezt az igen bonyolult ökoszisztémát leírja, már csak a legegyszerűbb kérdésektől, az eróziótól, a barnamezős, zöldmezős beruházásokon keresztül rengeteg olyan kérdés van, amit igenis tudunk már ma kezelni, ha tényleg szeretnénk. Én itt mindenkit bátorítanék arra, hogy térjünk le a hagyományos útról, hogy vagy egyszerűen hasunkra ütünk és eldöntjük, hogy mi lesz, vagy pedig annyira komplex dolgokat használunk, hogy magunk se értjük, hogy mi történik. Próbáljuk meg egyszerre holisztikusan ránézni, minden szempontot figyelembe venni, de igenis megbízni azokban a rendszerekben, amik már ott vannak,
és tudnak minket segíteni, a döntéseinket támogatni. Erről szól egyébként a H2020-as Land Support projektünk is, amit közösen csinálunk. Egy olyan döntéstámogató rendszer, amivel a természeti környezetünk értékét kvázi fel tudjuk mérni, monitoringozni tudjuk, és az alapján döntéseket tudunk hozni. Ahhoz, hogy identitásról beszéljünk, ahhoz értékekről kell tudnunk valamit mondani, ahhoz, hogy azokról tudjunk valamit mondani, egy értéktárat kell képeznünk. Ha létezik saját értéktárunk arról, hogy hogy néz ki a természetes környezetünk, akkor van lehetőségünk, hogy a magasabb szinteken is beszéljünk erről. Ugye megint visszacsatolnék, hogy mi is csak egy input adata vagyunk a Kraft Indexnek a 8 tématerület közül a természetes és épített környezethez, de anélkül, hogy ezekben a kategóriákban megbízható, szilárd, exakt adatokat adnánk, nagyon nehéz egy megbízható holisztikus indexsel rendelkezni. És azért, hogy ne csak általánosságban beszéljek, hoztam egy esettanulmányt is. Megnéztük három település talajértékének változását az elmúlt pár évben. 1988 és 2018 között megnéztük, hogy Keszthely, Kőszeg és Budaörsön mekkora termőterület elvonás történt. Én azonnal mennék is tovább. Talán itt közepesen látszik a piros körvonal az 1988-as érték, és az a barnásított a 2018-as érték. Talán egy picit a módszertanról azért jól látható, hogy itt több különböző módszerrel próbáljuk meg meghatározni a föld terület növekedését, leginkább műholdképek segítségével ezeket próbáljuk többféleképpen értelmezni, majd utána ezeket több adatbázisra összevetve megállapítani, hogy körülbelül hol és mi történt. Mivel ezek a képek nem látszanak annyira jól, de legalább jól mutatják, hogy mit csinálunk, azonnal átugranék arra a szlájdra, ami azt gondolom, hogy jól látható. Megnéztük azt, hogy ebben a 88-2018-as időszakban mekkora a beépített terület növekedés, és hogy ez hogyan viszonyul a teljes területhez. Jól látható, hogy más stratégiával teljesen másképp mondjuk el a természetes erőforrásainkat. Ez nyilván mindenkinek az egyéni, kisebb, tágabb környezetbeli döntése, de vegyük figyelembe, hogy ezek a területek, ezek már nem lesznek képesek a mezőgazdasági használatra. Erre is hoztunk egy példát, egy elég szofisztikált számítás alapján meg tudjuk mondani azt, hogy mekkora értékcsökkenés történik azáltal, hogy ezeket a területeket kivonjuk igazából a természetes közegükből. Budaörsnél, ez egy nagyon jó példa, ez egy 7 milliárd forintos értékcsökkenés. El kell döntenünk, hogy az, amit azzal nyerünk, hogy ezeket a területeket iparosítjuk, hogy ezekre a területekre hagyjuk, hogy beköltözzünk, hogy ide növekedjen a város, hoznak ennyi értéket nekünk. Amikor eldöntjük, hogy újabb és újabb területeket kolonizálunk, érdemes előtte azon gondolkoznunk, hogy nem tudnánk ezt esetleg máshogy megoldani, mi az, amit a következő generációtól elveszünk, és hogy meddig tart a mi hatáskörünk, hogy az ő életükkel kapcsolatban döntsünk. Erről szól az utolsó diám is. Mindenki tisztelettel kérnék, hogy minden gondolatában figyeljen arra, hogy mennyire vigyáz a környezetünkre. Ez egy nagyon, nagyon különleges planéta. Tök jó lenne, hogyha minél tovább megmaradna valami hasonlónak. Köszönöm szépen!